Hello, bello, unboxing, megint Jiszkesz cucc. Megfogod? Persze. Még itt nyitok. 23 kiló, egy boxba az egész. Bakker, mi ez? Tehát nem is kell, hogy nem. Ó, rájöttek, hogy ne vágj. Mit írtak rá? Hogy ne vágd. Miért ne van? Gondolom, Lehet hogy megsérül. belevág. Jó. Mert nincsen benne gipszkarton. Nem gipszkarton, hanem hungarocel. Ja, hungarocel. Gipszkarton. Jaj. Na, hát ne vágd, ne vágd, de akkor hogy szedjem ki? Ah. Most van egy kis gond. Ne. De kifordul. Ha nem vágom, akkor nem tudom kibontani. Hát igen, egyre ki kell vágni, nem sérülnek. Meg föl kell húzni. Ugyanaz a szép szín szekrény. In the secretary. No. Mik vannak ebben a dobozban? De jó. Lépcsek. Miért? Így egyben van, nézd, lehet tüvegetni, de gondolom csak egyszer. Miért? Mert az a hátlapja, hogy összehajtva. Ha? Egyszer kihajlik, az kész. Vigyázni. Nem lehet a leírás ebben. Á, pofámba sütanom. Ez még az se jár. Ez ennyi kóra. Veszem onnan, mert így jó a fény. Ez csak ennyi a sollangja. Sollangja. Hú, lesz szemszögelés, már látom. Miért? Wuhú! Hát... Sok hegyek vannak benne. Jó. De fúrni nem kell. Nincs hozzá semmi leírás, ezt fúrt. Ide ott van! Ott csak van, a másik oldalán. Csak ezek meg vannak számozva, vagy ez mi? Nem, mert ezek csak polcok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát de 6-tal hogy lesz 5 polcos, ha alja és teteje is van? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Továbbra is 6. Mi van? Mi? Van két oldala. Nézzük szerintük, hogyan kéne ezt összerakni. Nem akarok rá, hogyan menjek rá? Ilyen bonyolult leírást írtak hozzá. Itt a neve. Mi ez? Gislinge? Bla bla bla, bla bla bla, vigyázz, mert élesek a lapok, elvágják a lábak. Fúrógépem az van, jó van, mert ez tilos hozzá. Megint két emberes, majd megoldom. Hello, hello, összerakjuk ezt a frankó kis Gislinge 36-48-37-8 típusú hiszkes könyves polcot. Első lépés. Hogy az egyesbe, ide, meg ide, B-t, meg a kettesbe, ide, meg ide, B-t, meg B-t. B-tenni! Tegyük B! De melyik az a D-nek? Melyik lehet a B? Hát szerintem az, ahol a lyukak, ezek távolabb vannak. Az a B, és keresünk B-t. Gondolom ez az. Ez lesz a lába. Ezt már most szögeljen B.
Biztos, hogy kell neki láb, most ezen én filózok amúgy, hogy le kell, hát biztos. És hol van neki? Még semmi helye? Ahova jól esik, vagy valamit megadtak? Nem. Ez egy jó érzésből akárhova. Ez nincsen valami jig ilyen bébeverő, vagy... Jó érzésből akárhova. Hát ezt nem értem, de... Az mi? Ez a lába. Ez? Ez mire kell? Hát nem tudom. Hát de instabil, akkor nem teszed rá. Ezen gondolkodom én is, hogy ezt majd utána beverjük, hogyha kell szerintem. És ezt ide tesszük, hogy majd lépjünk a szigetbe. Kihagyjuk ezt a lépést. Nekem se színpi, szóval akkor jöhet a 3-asba, meg a 4-esbe ilyen effeket kell beleütögetni. Ebből lesz sok. Minden itt van. Ez mind fatipli. Oké. Na és ez meg minek? Ja, ezt fogja tartani a polcokat. A polcokat össze. Ez az nem törhetetlen? Nem tudom, hogy kiderül. Jaj. De nem hajolj fel én. Elő. Melyik a 4-es, mert eddig itt aggódtak azon, hogy a 4-es... Nem teljesen mindegy, hogy melyik melyik. Na, valami más. Miatt nekem van? Nincs. Nagyobb? Nem tudom. Az a 4-es, az valamivel van. A 4-es. Különben miért számozták volna meg? Ja, hát jó. Ezért plusz se adtak ebbe, pont az a 24-el is volt. Na. A nagy tekényhez azért mindenből majdnem maradt, hanem mindenből egy-két dolog volt egy plusz. Ami pont olyanból, ami nem kellett, hanem ami elkerült, ahol itt se adta pluszt a fogastartóból. Mindegy.
Most azért ráteszem ezt a 4-est a 3-asok közösszem, mert ez valamivel más. Így ugyanakkora, így van 5 mm-re nagyobb, mert ez a teteje. Aztán ennyi, hogy ez jobban kilóg. Na, gislinge, ezt bekalipáltam, és akkor most az jön, hogy a hákat, beállítjuk az oldalakat, a tetejébe a 4-est, ugye fóliával kifelé minden, és bele kell tekerni, ha rátettem a 2-est, ezeket a vackokat. Apa, aha. Rájöttem, nagyon kell megcsinálni. Megoldjuk valahogy. Ezek a lukokban mennek majd a hatuskák, és azt adjuk a polcot. És oda bele kell rakni. Nem is annyira bonyolult. Nem. Ez nem lesz mondjuk. Ehhez kell egy... A fúrógépemnek. Azt nem tudom, hol tettem a fúrógépet. De ezt keresünk itt behajtót, mert ezt kézzel nem hajtom. Hanem ez az, amit nem szabad, fúrógéppel tekerni. De menne szabad. És akkor... És ezzel mondhatom, hogy felállítsam-e, és akkor úgy rakosgassam bele. Igen, mert akkor már tudom rögtön tekerni. Szimpatikusabb. Talán az oldalára lesznek lyukak. Ja, hát ez a valók persze. Na, akkor ezt úgy kéne. Nem, így és akkor az lesz a teteje. Fölülről, hát fogni. Fölülről? Hát mert oldalról már semmi nem látszik. Jaj. Ilyen nagyok a polcok és ilyen közel vannak egymáshoz. Én ezt nem ilyennek láttam máskor. Most van 4-es. A szekrényt is kisebbnek láttuk. Az a legteteje, ugye? És az valamennyivel nagyobb lenne, vagy kisebb? És oda még jön egy 3-as. Hát én nem tudom. Nagyobb a 4-es valamennyivel. Ez mennyire feszülni fog. Az összeset egyszerre kell, hogy valaki tudja.
problémát. Most már be van mindegyik. Hú, most már be kell kérni ezeket a csavarokat. Milyen csavar? Ez nincs kész. Ez jó, ez a 34-5, 35 fok minden. És ez mi? Ez a hátulja, nem nagyon taposd. Hát feltelik. Mondom, nem nagyon taposd, zélem, mert ketté törik, vagy három felé. Hát nem tud más kijönni. Na, hány van? Nem jön ki. Annyira. Így bejött, ugye, hogyha Tani. Oké. Van az eke. Díj. Matricák. A polcoknak az elejére? Ide a csavarokra. Jó, hogy ez ne látszoljon. Nem megyek be megint a medve csavarokra. Ki volt még csavar? Na, ne, felasztok, nem látom, megyek a másik oldalra. Oké. Okay. Igen, ezzel a szisztémával. Jó, hogy most már azért a 35-et elkerült egyben a hőmérséklet. Ezért nagyon fasza. Ugye? Nagyon meleg van. Ingyen van a szauna is nekünk. Ki meg 35? Én csak 32 van, de itt melegebb van. Csak te mozogsz. És akkor... Nagyon meleg van. Hm.
Most már tényleg én is legyen. Nem csak te mozog. Ha ez kész, akkor már fel is lehet állítani, nem? Most megfordítjuk, és be kell szögelni a hátulját. A falba? Vagy? Jó, igen, megvan. Mondjuk te az nincs értelme. Rögyen olyan színű, mint a fal. De az tart. Jó, az tart. És így lehet, hogy lesz valami fal. Jól emeled ezt a kamerát? Jó. És most már csak a négy helyre hozzá kéne szemlélni. Itt vannak a szögek. Jelent szóvastok. Ilyen sok. Állítani, de egy szöget. Ezt érsz? Tényleg tudsz jönni? Mert itt ugye látszik, hogy nem derék szögben van. Ez így nem jó. Ezt már két embernek kell feszegetni, hogy derék szögben legyen. Itt meg az, akkor most ugyan... Segítsek! Az így jó. Alul nem látszik. Egy másik módszer derékszög megsatszolására. A szóvastokos. Visszatért a főszereplő. Úgy lehet. Meg kell mérni ezt az átlót, meg azt csak, hogy le kell venni a kutyát, meg meg a szögeket. Így mennyi. Meg úgy. Oda tudod fogni a sarkára, kisfiam? Fogd át. Itt is 180, de kicsit több. Akkor még itt egy kicsit nyomni rajt. Most már csak 187,3. Menjünk vissza hozzá sorok. Ahol voltunk. 187,3. Most pontos engem. Most elméletileg... Olyan hangja volt, mint az ostornak. Dehogy. Derékszög van. Derék. Most nem szabad megmozdítani, hiszen rá kell szögelni. Jó. Na, rá kell hagyni 2 mm-t, tud látni, nyilván kisebb az egész szekrénynél.
Így sarkán megfogadhat. Megvan a kettőn. És akkor utána már nagyon nem mozog. Nincs egy kicsit elcsúszva? Elcsúszott. Na most jó. Jó. Na és kész. Már csak föl kéne van. Nem. Ha nem. El kell osztani. A maradék helyeken, meg a polcokba is be kell verni mindig a szögeket. Ja. A leírás le is írta azt, hogy 3.30-anként kell beverni egy szöget, de először én most ezt megfelelem. 67, ott volt, akkor 33-ra teszünk egyet, azért ott a felénél legyen. Na, ne üsd az ujjad, most soha nem lelent. Jó, de itt hogyan? Mert itt... Itt van 8. Legalább 8 centire kell belőlni, meg egy kicsi. 5-8. Itt van a porc elméletileg. Igen, aki ahhoz. Hát falon be belement, úgyhogy ott lesz. És akkor szar, ha mellé ütöd a porcnak, akkor csúnya lesz nagyon. Tudom, akkor ott fog kilogni egyszer. Aztán, ahova még mindenképpen muszáj. Meg ide is kell egy majd. Most ez mennyi volt, mert inkább fordult. Na, 175. Annak mennyi a fele? 175-nek a fele. 75-nek a fele, az 37 és fél. Meg 50 az 87 és fél. Ugye? Ez kb. Ugyanaz. Akkor most a vacak az leírta. Szerintem kell szögelni. 3 és fél. 8. De emlékszem, 338 mm-re a 4-es tetejétől. Ez érdekes, hogyha itt valamit mellé mérsz, akkor tuti mellé mérsz. Nem is tudom, hogy kéne. Te jó volt a matekból. 300... Matekból jó voltam, de szemem nem jó. 338. A ceruzátod adod, itt le van esve. 338. Ha nem hazudnak, akkor itt van egy polc, de végül is én, ha most is le tudok menni, meg lenne az elégsző, itt látom a csavart, hogy hol van. Ezzel lehet ellenőrizni. Ott van. Jó helyre van. Az első, ez még talán jó helyen lesz. Ezt még bátran bemelem ide kopancsra. Nem fajt. Nem. 3.38 meg 3.30. Ez 668-ra jön a következő. Ott van. 660 van. És itt a 8. Igen. Itt van valahol ez a szar. Hát akkor az kicsit nem az. Ezt mondtam, hogy idáig már tőlehetünk akkorát, hogy ez nem jó. Innétől kezdve
úgy kéne csinálni, hogy itt fölvezetjük. Megjelölöm, hogy itt van a polc. Minden elég szíget teszek rá. Most kéne egy hosszabb vonalzó, mert itt van a polc. De jó helyre mértem, látod? Aha. Hát az előbb nekem kicsit... Itt van, mert ott billeg. Kicsit ma a szekrényt ütöttem. 3.30, 3.30, ez 998-ra kell a következőnek kiesni. Van, hogy itt van, tudod? Hát, itt nálam nincs. 998-dik van. Újra ugyanez. Ide a közepébe. Itt van. Az is jó. Az is jó. És akkor most még 3.30. Na most az már hányszor 3.30, így? Hát ezt már ez igazából nem tudom. Ez 4x3, 12, ez 1200, meg 1200, vagy 1200, meg 120, az 1328-ra kell rakni. Na akkor ez is jó. Lesz szerintem. 1328, ez meg valahol itt van. Na, nézzük meg. Itt a polc. Ez is jó. És, no? Jó. Ez is jó. Így is lehet. Ja. Lehet érezni, hogy... Itt van. Na és most? Most. Megvan a fele. A munka felének a felébe ez 87, így 88, akkor 44-re. Egy szöget. Négyre, egyből ide is. Beütjük a szöget. Nem jött ki, de jó. Jó hely. Aztán még van szög bőven. Itt van, mi van? Vigyázz, mert még most is ütheted rossz helyre. Most már nem jó. Hát, kevesebb eső van rá, mint az. Elveszed onnét ezt a kamerát? Ó, jaj! És most ide. Most ide. Jó, ó! És kéne. A tetejébe mindenképp teszek, ha felének a felébe. Ez mennyi, ez 33, az mennyi? Fel 15-16 és fél, akkor ahova ide. És most jön majd valahol ott. Ha ezt beleütöttem, akkor ott jönnek a negyedek. Ez le a kamerát, látszik, meg akarom nézni, mit csináltam eddig.
tuha li hua. Soha sehol nem egy ki még a szög. Miért a plafont veszed? Ha valami pókot, hogy... Na, szerintem. Itt van. 8. Mehetünk mind itt. Más ne. Körülbelül itt. Azt mondja, ez 32 akkor 16-ra. Ez is 32, nem? Na mindegy. Jaj. Hú, de már. Hát elég kemény, nem? És mennyi szögünk van még, amit be kell itt kalipálni, mert én annyira izzadok, hogy ez már nem kicsit. Jó sport ez a kamera. Kamerázás. Meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, hát még el kell osztani. Hát ez még itt még nem csak. Mondjuk a fene körülbelül itt van, és a méreget tudok el. Lejött a csavarból egy darab. Szög. Ja, szögben. Csavar, csavarni kell. Szögjük meg szögelni. Oké, és akkor most még mindig van egy csomó szögünk. Még kétszer el kell osztani, vagy csak egyszer? 2, 4, 6, 8, 10, ugye 5 polcunk van. Hát ezt be kéne vállalnunk 2-esével a polcok beütésébe. Oh. Ami nem egyszerű feladat. Jaj. Most jössz ide. Lehet a derékszög. Ez a ceruza megint. Nem látod valahol a cerkát? Cerkát? Én hozzá nem ütöm. Nem tudom mi lesz ebből. Jó vagy, nem jó vagy. Nincs is ideig, mit jelöltem. Ott. Itt van polc. Ott, de ott van egy csavar. Szög. Jó. Oda tettem, oda tettem, tettem, ez mennyi? 1, 2, 3, 4, ki az az ötödik polc ott lenn. Hát azt is meg kell ütnöm. Jó, itt
tokolok itt. Az kiderülne, hogy ez lenne az eleje. Hát itt van, nem stimmel. Na, hogy most derüljön ki. Ez itt valahogy nagyon mellétette. Ez jó helyen lehet, ez a szőt. Jaj. Hadd állítsam. Szóval, állíts föl. Fog. Halk! Ijaj! Ójaj! Nem már! Ó, szar lett, igen. Éreztem, hogy az mellé nem. Hát ott lesz egy szépséghibája. Majd ráteszünk valamit. Ja. Szóval én azt itt abba is hagynám azt a szögelést, mert csak szétverem így a... De hát minden pár helyre be kéne ütni szögeket. Na mindegy, ezt már megtartja így. Hát ő így sikerült, és akkor föl kell fúrni a falhoz. Ez mi lehet ez a három? Bakker, lehet, hogy ez kellett volna valahol, de nem figyeltünk. Ó, Istenem, hó. Ez nem az az. Most se az az. D, G, B, F. 7, 10, 8. Kicsit látszik. Hát. Nem tudom az E-t hova kell tenni. Ja, E. Ez valami ék. Ja, ezzel kell kiékelni, ha billeg. Hát akkor kész vagyunk. Most már csak hába helyezve föl kell fúrni a falra. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi.